Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Itt vagyunk a szülinapomon, augusztus 24-e van, és azt találtam ki, hogy csináljunk egy ti irányítottátok a napomat, de a szülinapomkor. Úgyhogy most pont ezt veszem fel nektek. Töltöm fel éppen az új videót, ami ugye az AliExpressről rendelt parókás videóm lesz. És ezen kívül pedig már szerkeztem, hogy milyen kérdéseket tegyek fel nektek. Közben korog a hasam, mert egyébként éhes is vagyok, de nem lényeg. Szóval, hogy a videó feltöltése mindjárt befejeződik, és ahogy befejeződött, elkezdem kitenni a sztorikat. Ma menni fogunk a strandfesztiválra, és úgy gondoltam, hogy több buli lenne, hogyha ti választanátok ki, hogy milyen outfitbe menjek, és hogy az AliExpress-es parókákból használjak-e fel egyet, vagy sem. Illetve azt is ti fogjátok eldönteni, hogy milyen színű sminket tegyek fel ehhez az outfithez. Úgyhogy, hát igen. Közben nem veszem észre, és egyébként egész végig belelógott a kezem a felvételbe, de ügyes vagyok. Bence elindult be az ajándékért. Elmondanám, hogy jelen pillanatban éppen, hogy elmúlt éjfél, viszont tegnap én szerettem volna neki odaadni ilyenkor, úgyhogy most ő is ide adja nekem. Készen állsz? Készen állsz? Készen. De milyen a fény? Milyen a izé? Csak kíváncsiak a videóra. Kész? Kész. Kész mi? Fogalmam sincs, hogy mit vett. Tényleg elképzelésem nincsen most, úgyhogy... Hi! Na, mehet? De nem tudom, tetszeni fog-e. De miért nézel így? Mi az, hogy nem tudod, hogy tetszeni fog-e? Minden mert tetszik. Tudod jó, hogy ezen mindig stresszelek, hogy tetszik-e az adott dolog. Csukba a szemed. Hold it! Hold it! Ja, be van rakva izébe. Nézhetem? Aha. Ez nem... Nem, na jó. Mhm. De szép. Tényleg? Igen. Open hír. Hogy mondjam? Bontsunk ki! Igen, bontsunk ki, hát valahogy úgy, nem tudom. Ú, de csili-vili. Shiny, várj, akarok rá izélni. Szét csillog. Icy. Ice. Oh my god, who is she? Úristen. Ó, de jó. Csillog, várj, segítek. Azt a... Ez nagyon szép. Úristen, de szépen csillog. Tetszik? Köszönöm. Egyileg. Igen, közben Rebeka véletlenül pityerek, de valami a szemébe ment. És olyan szinten vakító élőbe, és direkt azért választottam, mondom, ez, tudjuk, hogy az órával... Ne nézzétek, hogy az órám milyen időt mutat, de... Felébredtél? Szóval, készen van a videó, és egyébként most már posztoltam is, úgyhogy a következő lépésünk az az lesz, hogy ezt a képet, nem tudom mennyire fókuszál, ezt a képet kiteszem Instára,
a két outfit opcióval, és várom, hogy megszavazzátok, hogy melyiket vegyem fel. Kint van a sztori, és eddig úgy néz ki, hogy nem fókuszál be, azon kívül pedig, hogy a narancssárga szettet szavazzátok meg. Igazából nem tudom, hogy melyikbe mennék szívesebben, de mind a kettő tetszik, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. És a következő kérdés, ha jól sejtem, lesz az, hogy parókát vegyek-e fel, vagy sem. Viszont várok még egy kicsit, hogy lássák páran a videót is, és tudják, hogy miről van szó. Te mit szeretnél? Parókába menjek, vagy se? Tegnap kipróbáltam egyébként, hogy hogy néz ki, hogyha tökéletesen jól fel van rakva. És amúgy nekem nagyon tetszett. Bence kirakott egy sztorit. Hányan írtak egyébként a sztoridra? Nem tudnak valamiért írni, de írtak, akik tudtak, de nagyon sokan még nem jelenik meg ott lent az, hogy tudjanak rá reagálni. Egyébként nálam se, úgyhogy azt nem tudom, hogy miért van, de nagymamával beszéltem reggel, és megkérdezte, hogy milyen csaj súram Bence sztoriával. Mondom, én csak parókát vettem fel. Igen. Úgyhogy júj. Nagyon izgi, nagyon régóta szerettem volna már ilyen videót felvenni. Most tedd ki azt, hogy vigyél engem, vagy ne. Hát de mindenképp viszlek. Ja, jó. Biztos. Ó, oh, bling bling! Sajn. És egyébként azt elmondanák, hogy a tegnapi nap éjjel még ránéztem a weboldalra, és van ugyanilyen férfiben, ami fekete. És ugyanígy csillog. És lehet, hogy meccsi-meccsik leszünk, mert én is veszek egyet magamnak majd. Hát igen. De csak azért, hogy találjunk egyébként, másképp nem vennék magamnak. De vennél. De. Szereted a csillogósat. Na, mennyit várjak egyébként, hogy kirakjam a következőt? Oké, okay, a sárgába kell menjek, úgyhogy keresek két sárga smink inspirációt. És az lesz a következő, hogy melyiket tegyem, mert azt nem merem bevállalni, mert tuti, hogy megszivatnátok. Gondoltam rá, hogy teszek ki egy olyat, hogy sminkbe menjek, vagy ne. De ezt nem merem bevállalni egyébként, úgyhogy szeretnék jól kinézni a szili napomon, úgyhogy ezt inkább kihagyom. Keresek gyorsan két smink inspirációt, inspót, és akkor az a következő. Ma van a szili napod, pam pam. Pam pam. Találtam is két képet, és az lesz a kérdés, hogy nagy tusvonalat húzzak, vagy egy cut crease-t csináljak. Ezt rakom ki először, most, ki is ment, közben pedig egyértelműen a narancssárga vezet, dupla annyi. És utána... Jöhet a kérdés, hogy vegyem-e fel, vagy nem. És nagyon szeretném egyébként felvenni, mert nagyon tetszik. Még nem tökéletes, nem vágtam le mindenhol tökéletesre, de közel áll hozzá. Úgyhogy meg is csinálom a sztorit. Éppen az előbb fejeztem be a tusolást, most pedig beköltöztem a hálóba, Bence néz valami videót, én meg bejöttem és elkezdek sminkelni, mert az azért egy kis idő lesz. Megszavaztátok, hogy a narancssárga ruhába menjek. Több száz szavazattal vezet, úgyhogy nem hiszem, hogy az be fogja hozni a másik, tehát egy narancssárga sminket fogok csinálni. Amelyikek közül pedig éppen, hogy vezet az, amelyiken az van, hogy nagy tus legyen, és ne cut crease. Azt még van egy kis időm azért kitalálni, hogy melyik legyen, vagyis hát megvárni, hogy megszavazzátok, hogy melyik legyen. És nagy sajnálatomra nem akarjátok, hogy parókába menjek, úgyhogy még a hajammal is kell valamit kezdjek. De gyorsan megcsinálom a sminket és jövök vissza. Hellóka! Hellóka! Annyira hófehér vagyok, hogy az valami hihetetlen. Jézus ereje! Nem fogod a mikrofont, ugye? Nem. Itt van a mikrofon. Hogy vágd bele? Elnézést kérek mindenkitől, de főleg a Bihari Ádámtól, mert tudom, hogy rövid ujjúing nem volt, nincs és nem is lesz, de most csak ez volt. De remélem, hogy nincs ellen, mert a sallel az akkor jönne. Főparancsnok oda vág. Egyébként nem is egy rossz ötlet. Szeretnék csinálni egy videót vele. Egy olyan videót, ahol átstylingol teljesen.
hogy lehet azt mondaná, hogy csak téged vállal. Mondjuk engem nagyon nagy kihívás lenne, mert nekem konkrétan mindent le kéne cserélni. Na mindegy, a lényeg az, hogy elindultunk Zamárdiba, Zamárdiba van, ugye? Igen. Elindultunk, jelen pillanatban így néz ki a make-up. Nem mutatom meg, hogy hogy néz ki a ruhám, mert a pocakom kibudjam. Úgyhogy azt majd csak akkor, hogyha kiszálltunk a kocsiból. Nekem így néz ki a make-upom egyébként. Ma egy ilyen kis füstös hétköznapit raktam fel, úgyhogy... Én meg szülinapi vibe-ból... Szülinapi vibe-ból vagyok. Itt van rajtam a kis bling-blingem. Fehérváron találkozunk Bálinttal, összeszedjük az öreg kopaszt, aztán onnan folytatjuk tovább. Megérkeztünk. Itt vannak a fiatalok is. Szia! Sziasztok! És akkor végre megmutatom, hogy ez lett a outfit. Ezt választottátok. A hajam az, hogy némi kívánivalót maga után, de egyébként minden rendben van. Ebbe a pillanatba értünk haza, kicsit megfáradva, Bence megy éppen fürdeni, én lemosom az arcomat és utána én is fürdöm egyet. Merül a kamera, úgyhogy azt felrakom tölteni, viszont amíg ez töltőn van, addig kirakok egy szavazást, hogy milyen filmet nézzünk. Én már tudom, hogy mi lesz a kettő, amiből választani lehet, mind a kettő olyan, amit én egyébként nagyon szeretek. De Bence még egyszer se volt hajlandó megnézni velem, és egyébként egyiket se látta még, úgyhogy mindegy, nem akarok rá mit mondani, nem vicceltem. És ja, ezt teszem ki most szavazásba, utána folytatjuk a blogot. Na, most csak szeretném megmutatni, hogy a telefonom az új frissítésektől néha milyen marhaságokat csinál. Csinálom éppen a sztorit, és hát nincsen billentyűzetem, de írni attól tudok, úgyhogy legyen úgy. Szinte egy ég kellene. Mondjuk valahogy így. Most fejeztük be a filmet, gyorsan összepakolunk itt a kanapén, és megint kezdünk rászokni, hogy a kanapén alszunk, mert itt kint van légkondi, a szobában meg nincs, és én nagyon szenvedek melegbe, úgyhogy itt fogunk aludni. És Instán már mondtam nektek egyébként, de a mai fesztivál miatt a szülinapi randi vacsi elmaradt, úgyhogy holnapra van átrakva. Úgyhogy ez a videó is folytatódik holnap. Nem alszunk. De alszunk, mert én kezdek álmos lenni. Holnap folytatom. The next day. De jól néz ki. Na sziasztok, egy villámgyors update-tel jöttem nektek. Még, hogy látszik így, még mindig fent van a kis, hát úszógumim. Igen. Remélem amúgy nem ég ki a fejem túlságosan. Na mindegy. A lényeg az, hogy itt vagyunk a szülinapom után 2 darab nappal. Nagyon akarom mutatni. Eredeti elképzelés szerint tegnap elmentünk volna vacsizni, viszont délben
nagyon egészségesen úgy döntöttünk, hogy mind a ketten kívánjuk az amerikai palacsintát, úgyhogy menjünk el amerikai palacsintát enni, amit láttátok, hogy így is történt, viszont úgy bekajáltunk, hogy szerintem nem is vacsisztunk egyébként. Úgyhogy az a vacsora elmaradt, ma délután és este programunk van, úgyhogy ez is elmarad, utána meg már nagyon sokára leszünk, nem szeretném annyira húzni ezt a videót. Úgyhogy az, hogy ti választjátok ki, hogy mit vacsizunk, az így sajnos elmaradt, viszont amúgy nagyon élveztem ezt a videót, és tök érdekes volt, hogy egy csomó helyen, amit kiraktam nektek ugye sztoriba, hogy választatok, nem azt választottátok, amire én gondoltam, és volt olyan is, amikor azt hittem, hogy ki akartok majd szúrni velem, de nem. És nagyon kedvesen támogattatok, úgyhogy egyébként nagyon jól esett, de nem erre számítottam. És igen, a lényeg az, hogy tök élveztem ezt a videót, és szeretnék még amúgy csinálni. Nem most, majd egy kicsit később, de én nagyon élveztem, úgyhogy remélem, hogy nektek is nagyon tetszett. Köszönöm szépen, hogy közreműködtetek ennek a videónak az elkészítésében. Nagyon szuper szüli napom volt, iszonyatosan jól éreztem magam, tök jó volt egyébként, hogy Zamárdiba veletek is tudtam találkozni. Hogyha ott voltál Zamárdiba, akkor írd le a komment részlegbe, hogy te ott voltál. És akkor ezzel szerintem én le is zárom ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, írjátok le a komment részlegbe, hogy melyik volt a kedvenc részetek, hogyha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és ne felejtsetek el Instán is követni, nagyon picivel van lemaradva az Instám a YouTube-omtól. Ja, és egyébként igen, nem pont a szülinapomra, de egy nappal utána meg lett a 100 000, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, imádlak titeket, nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, a következő videóban találkozunk, sziasztok!